Decemberi üdvözlet a kedves nézőknek innen az Eszéki Televízióról. A legújabb Láthatárok műsorunkban a hangsúlyt ismét a hagyományokra, a kultúrára tettük, hogy miért is fontos számunkra, miért is kell ápolnunk, őriznünk és továbbadni a következő generációknak. Ma énekelünk, táncolunk, zenélünk, mert hisz a magyar ember az tud mulatni, de ezen kívül tanulunk is, és szemünkkel gyönyörködünk különböző tárgyakba. Maradunk Eszéken, de ezen kívül elvezetem Önöket Pélmonostorra és Újbezdámba is. Úgyhogy maradjanak velünk, és nézzék meg mai összeállításunkat! Az Eszéki Népkör Magyar Kultúregyesület minden évben Eszékváros napja megünneplésének alkalmából kiállítást szervez, amely a rétfalusi magyar családok népi kultúrkincsét mutatja be, őseik hagyatékát. Idén a kiállítás bővült és különbözött az eddigiektől. Az idén 17. alkalommal került megrendezésre a rétfalusi emlékek hagyományos kiállításunk, amelyen bemutatjuk a családi emlékeket a múlt évek soráról, szóval itt olyan emlékek vannak, amik 150 évvel ezelőtt készültek, kézimunkák különösen, és ezt a tárlatot kimutatjuk az Eszékváros lakosainak. Ugyanúgy bővítettük az idén a kiállítást, mivel a Magyar Szabadság éve van, az 56-os forradalomról a főkonzulátust megkértük, hogy a képtárlatokat, a rollképeket szintén úgy kiállíthassuk ezen a napon, és így egy alkalommal akkor a nézőtér meg tudja tekinteni ezt a kiállítást is. Annak ellenére, hogy fogyatkoznak a rétfalusi magyarok és az egyesületi tagok, még kevesebben vannak a fiatalok. A kedv a tenni akaráshoz és harc a megmaradásért nem csökken. Ezt a kiállítást már minden esztendőben szerényebb és szerényebb formában működik, mert sajnos az itteni lakosság fogyatkozásban van, úgyhogy ugyanúgy a tárlat is fogyatkozik. Különben a népkörnek nagy gyűjteménye van, amit még Gyurkovics Hunor képzőművész szedett össze abban az időben, amikor még itt sok anyag volt Rétfaluba, de sajnos ez nálunk két nagy ládába van tárolva a lenti épületünkbe, és soha nem tudjuk mi ezt egyszerre fölhozni, mert nincs annyi térség itt, ahol mi ezt fel tudnánk állítani. Az egyik kiállító részletesen bemutatta kiállított tárgyait, amelyek az ő és kedves felesége hagyatékaként kerültek az asztalra a néprajz értékek kedvelői örömére. Örülök neki, hogy a családi kincset, vagyonnak egy részét azért vagyom, mert szerintem nem tudnák pénzzel kifizetni, megfizetni. Meg tudnak mindennek ára van, de azért én úgy gondolom, hogy sokat ér a részünkre, és bemutathatom másnak is. Habár ez csak egy kis része annak, ami van, de szerintem ezt is érdemes megtekinteni. Ez egy tészta, cérna metélt készítő, mondjam, gépnek. Így tekerik. Tulajdonképpen ide betették a tésztát, amit kinyújtottak, kicsit megszáradt, akkor lecsukták, és itt a kés szeletelő, és gyönyörű cérna metétet készített a nagymamám rajta. Ez a gép lehetett, hát mikor én megszülettem 1938-ban, mint kisgyerek emlékszek rá, hogy az megvolt, hogy mikor, de valószínű, hogy 20-as, 30-as évekből való.
azóta se láttam sehol áruják, de ez még egy 10 évvel ezelőtt működött, használtuk. Ez viszont egy reszelő, amivel cipőbe és a csizmába be lehetett nyúlni, hogyha valamelyik szög alulról kibújt, akkor ezzel kaparták le, és hogyha följött a bél és a cipőnek, megpucolták, úgy ragasztották le. Használják önök még ezt? Sajnos nem használjuk, de ott van olyan helyen áll, ahol ha valaki eljön hozzánk, meg lehet tekinteni. Néha én is megállok, gyönyörködök benne. Ez viszont részből öntött, és valamelyik, ez viszont kalapács ütésekkel készített, öntött réz. Például ez egy ékszeres doboz, tálka, virágváza, gyertyatartó, tányér, és ez tudjuk, hogy mi ékszeres doboz. Ezek mind olyan tárgyak, amit még ma is lehet használni. Hát én annyit tudok, hogy még egy évem hiányzik a 80-ból, de ezekre jó részére emlékszek. A kobaltot a feleségem családjából, az én családomból való elemben. Odahaza vannak még mondjuk 1939-ből apósomnak a mesterlevele. Akkor van egy olyan ülőm, meg egy olyan fúrógépem, asztali fúrógép, amin rajta van a gyár öntötten rányomta, 1920-ban készült. Akkor van a lábbal hajtós köszörű, ami nagyon sok, szinte minden házban volt. Tehát mindent nem lehetett elhozni, és majd azokat legközelebb. Ön született rétfalusi? Én nem vagyok született rétfalusi, de mintha itt születtem volna. A Pillmonostor Magyar Kultúregyesület Nemzetközi Gyermek Néptánc Fesztivált szervezett a Városi Moziteremben. Mivel a gyerekeken a jövő fontos feladatnak számít már kiskorukban nevelni őket a hagyományokra és szokásokra, a nyelv mellett megismertetni velük és megszerettetni a magyar néptánc és népzene világát. Ilyen fesztiválok kiváló alkalmat teremtenek erre, valamint az újabb ismerettségekre és azok ápolására. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ennyi vendégünk van, és arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy azzal dicsekedhetünk, 3 gyermektárscsoportunk is van. Nem csak gyermektárscsoport, tehát a legkisebbek, az iskolás előtti korosztály a játszóházba tevékenykedik, ők is bemutatkoznak ma, az általános iskolások, a kopogtatók, ők is föl fognak lépni. Az ifjúsági társcsoport már idősebb, ők ma nem fognak itt vendég szerepelni, de ők is aktívan részt vesznek a szervezés körül, és mindenki meg van mozgatva. A cél az, hogy tovább dolgozzunk, ahogy idáig is dolgoztunk, és a kezdetektől fogva mindig volt társcsoport, asszonykórus, a hagyományozók tevékenykedtek, 2000 óta működik a játszóház, tehát a célunk az, hogy tovább is dolgozni, épp olyan lendülettel, mint ahogy idáig is dolgoztunk, ameddig van erő, ameddig vannak gyerekek, ameddig vannak emberek, természetesen, hogy dolgozni fogunk. És mindenki, aki idáig ide járt, remélem, hogy ezentúl is el fog jönni, meg fogja nézni a programunkat, és mindenki előtt tárt kapuk állnak.
rájöttem arra, hogy fontos, hogy a gyerekeknek is, a kicsiknek is megadjuk azokat, amiket megkaptunk mi, mint Talicska. Azért is szervezte a kultúregyesületünk, a Pélmonostori Kultúregyesületünk ezt a nemzetközi fesztivált, ahová meghívtunk egy csomó csoportot. Szeretnénk, hogy a gyerekek barátkozzanak, szeretnénk, hogy ne csak itt Baranyába, hanem egy kicsit menjünk távolabb is, menjünk akár Magyarországra, Boszniába, vagy más országba is. Két évig voltam a kopogtatóknak is a vezetőjük, igen, büszke vagyok rájuk, és meg szeretném nekük teremteni, meg szeretném nekük adni azt a lehetőséget, amivel mi éltünk a Talicskába. Újbezdáni csoport egy Furuja zenekar bemutatkozásával készült be. A legkisebbek mutatkoztak be. És különben a gyermeke is furujázik? Igen, a kisfiam is 7 éves és furujázik, és ugyanúgy vannak kisebbek is, akik vele együtt zenélnek, furujáznak. És milyen érzés látni a sok gyereket itt a színpadon, amikor szintén valamikor, még nem olyan régen maga is itt ropta a táncot? Nagyon szép érzés látni, különösen nem csak az én gyerekeimet, hanem más gyerekeit is, akikkel együtt nőttem föl, hogy együtt táncolnak a színpadon, meg örülnek, hogy valaki megnézi őket. Ilyenkor nem kap kedvet, hogy csatlakozzon? De igen, nagyon. És az ön gyerekei érdeklődnek a magyar táncira? Igen, a kislányom 4 éves, és táncol az Újbezdáni Tánccsoportban, és nagyon imád táncolni. Kevesen vannak, de nagyon szeretik a táncot. A nemzetközi fesztivál a résztvevők közös táncával végződött, amely Cigány Tamás és táncosai vezetésével valósult meg, Duda kíséretében.
A Magyar Egyesületek Szövetsége és az Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület megrendezte a Magyar Népzenei Együttesek nemzetközi találkozóját, azaz az első horvátországi magyar fonót. Nagy sikernek örvendett az első ilyen jellegű rendezvény sorozat, amely nem csak egy eseményből tevődött össze. Egy olyan délután szerettünk volna összehozni, amelybe szakmai tudás, sok-sok üzenettel, magyar népzene és magyar néptánc együtt hatásával próbálunk szólni a fiataljainkhoz, azért azzal a szándékkal, hogy ismerjük meg mélyebben a magyar népzene és néptánc hagyományt, hogy alkalmat teremtsünk arra, hogy egy helyen tudjunk ismerkedni a gyökereinkkel, és a néptánc, a népzene elsajátításával építsünk a saját jövőnkbe. Ezért ezzel a céllal szerveztük meg ezt a mai eseményt. A hagyomány ápolással őrizzük kultúránkat és gyökereinket. Rajta keresztül érezzük meg hovatartozásunkat. Itt ma Drávaszög és szlavóniai magyarság egyaránt érintett, több program révén is. Egyrészt hallhattunk egy bevezető előadást. A Szegedi Tudományegyetem néprajz tanszékéről érkezett a rendezvény fővédnöke, dr. Varga Sándor, aki egy bevezető előadásban hívta fel a figyelmet arra, hogy milyen fontos az önszerveződő hagyományőrzés, és biztatott bennünket arra, hogy az az út, amellyel ápoljuk magyarságunkat itt határon túl is, igenis jó. És azt hiszem, hogy néha szükség van arra, hogy külső szemmel is megerősítsenek bennünket abba a mindennapos munkába, amelyet az itten működő magyar egyesületek fölvállaltak küldetésükkel. Ha még egyszer 20 esztendős lehet, baranyai kislány, szeretőjönöm, baranyai kislány, szívemnek az elcsábított szerelme, azt tesz engem le a sírfenekén. Újbezdáni kislány, szívemnek az elcsábított szerelme, azt tesz engem le a sírfenekén. Barna kislány, jól meggondold magadat, hova teszed le a gyenge leány sorodat? Gyenge leány sorod, gyöngy virágos oltár elé letölszed, onnan többé soha fel nem tehet. A témája az volt, hogy megpróbáltam röviden áttekinteni, hogy a Kárpát-medencében, magyar nyelvterületen milyen története van a hagyományőrzésnek, különböző hagyományőrző csoportok és mozgalmak hogyan alakultak meg és hogyan működtek, és hogy ennek ma mi lehet a kifutása, ma mi lehet a funkciója. Azt gondolom, hogy ha van egy közösség és annak van egy kulturális önképe, az annál erősebb, minél inkább ezt tudják a múltban valamiféleképpen gyökeresztetni, be tudják azt mutatni, hogy honnan is jöttek, akkor talán tudják azt is, hogy milyen irányba tartanak. Olyan népművészeti formákról beszélünk, ami általános emberi érzéseket, igényeket fogalmaznak meg, vagy elégítenek ki. És innentől kezdve azt gondolom, hogy nem tudom, szépen fogalmazva, hogy
a mindennapi életünk részeként nagyon is fontos mentális funkciókat tud betölteni. Tehát, hogyha tudunk énekelni, tudunk táncolni, tudunk zenélni, akkor tudjuk azokat a művészeteket, amik kicsit rendbe tartanak minket lelkileg, és közösséget is tudunk vele építeni. És hogyha ennek hagyományai vannak mondjuk egy helyen, akkor szerintem fölösleges új formákat keresni, ha már bizonyított valami több száz éven keresztül, akkor érdemes ezzel foglalkozni. Természetesen a modernizációnak nem kell és nem is szabad útját állni, hanem azokat az utakat kell megkeresni, ahol a jó felfogott érdekek találkoznak, tehát hogy a jelenben hogy tudunk úgy létezni, hogy közben nem feledkezünk meg arról, hogy kik voltunk. Bemutatóra is sor került, egy több éves kutatásnak az összegzése került kiadásra idén nyáron a Pécsi Néprajzi Múzeum révén. Balogh János és Gunst Andrea a Drávaszög és a Szlavónia tánc hagyományát foglalta egy kötetbe. Messze kevesebb oldalszám állt rendelkezésre, mint amennyit el lehetett volna mondani. Lesz folytatása. És újból visszatérek arra a célra, amely a rendezvény alap célja is volt, hogy ezzel is üzenni szerettünk volna, hogy igenis a gyökereinket ismerni kell, mert csak akkor tudjuk a jövőt építeni. Ebben a második kötetben ugye a történeti Baranyának a határon túlra, mi szemszögünkből határon túlra került részével foglalkoztam, illetve ha már az elemzéssel elővettük a régi archív filmanyagokat, hogy egy alapot teremtsünk arra, hogy milyen táncok voltak itt egyáltalán, akkor már hozzáillesztettük a szlavóniai tánckultúrát is. És milyen táncok voltak itt Baranyában? Hát hagyományos néptáncok már nagyon régóta nincs. Itt volt a legelső, ez volt a legelső terület, ahonnan eltűntek a hagyományos táncok. Ennek nagyon sok oka volt. Már csak nagyon halványan emlékekben éltek már az 1940-es években is, de itt is voltak régi stílusú magyar néptáncok, mint eszközös pásztortáncok például, vagy ugrósok, vagy itt is találhatók az új stílusú táncokból a csárdások. Verbunk azról nincsenek adataink, tehát az a hagyományos verbunk itt ról adatot itt nem találtunk, illetve az újabban keletkező körcsárdások nagy divatja, az a 60-as években még nagyon komoly volt. A folytatásban népzene együttesek bemutatkozójára került sor hazai és magyarországi népzenészek előadásában, amely szorosan kötődött, ahogy a néprajzi előadáshoz, úgy a könyv bemutatóhoz is. Mindez végezetül egy táncházba tornyosult, amely kikerekítette az első fonó rendezvénysorozatot. Thank you.
hegedű hangja varázslatos, még hogyha magyar népzenét pengetnek rajta. Így a hegedű hangjának hangulatában búcsúzom önöktől csapatommal együtt, és így év végéhez közeledve engedjék meg, hogy mindenkinek békés karácsonyt kívánjunk, de tovább nem folytatom, hisz idén még találkozunk. Minden jót, viszontlátásra!